elmondhatjuk most már, hogy megállíthatatlan vagy, mint zsoké is, illetőleg most már, mint idomár is, hiszen itt is sorozatba gyűlnek a címek. Mi a titok? Van-e egyáltalán? Beszélhetünk-e titokról? A titok a napi munka, meg a legyen egy jó állomás a háta mögött a zsokéjnak. És úgy a végében, igen, nem győztem a championátos, de azért úgy lett ilyen szoros, mert azért jó pár versenyen nem is lovagoltam, mert voltam eltiltva, meg ilyenek, de igaz, tavaly is, meg idén is inkább koncentrálok a nagyobb versenyen, kevesebb fogok lovagolni, úgyhogy szeretném a fiataloknak adni lehetőséget, mert vannak problémák, egészségi problémák, úgyhogy próbálok kicsit finomabban húzni vissza a lovaglás, úgy kevesebb, de csak a fontos a nagyobb versenyben. Mi kell ahhoz, hogy valaki, mint zsoké a csúcsra érjen? Mi kell egy jó versenyzéshez? Hát elsősorban kéne legyen egy talentum egy zsoké, legyen úgy érzés a versenyi, legyen akarat, meg a fizika most legyen jó, meg jó istálló legyen, vagy egy jó lovak kapja a versenyben. Sokszor fölmerül a kérdés, hogy aki akkora istállót kezel, mint amilyen a tied is, hogyan tud ennyire odafigyelni? Tehát mi a módszer? Vannak jó tulajdonosok, úgy velük tudunk normálisan kommunikálni, nincsenek nagyon problémák, meg a legfontosabb az istállóban jó személyzete vannak, mi jó pár évben együtt dolgozunk, és úgy megszoktunk, mi hogy működik, meg tudják nagyjából a szisztéma megszokott, mert évik óta ugyanazt csinálunk, és ismernek engem is, meg a gondolatom is nagyjából. Mit várhatunk az idei szezontól, legalábbis ami téged illet? Kik az igazi klasszisaid most, akik jöhetnek? Itt van például a prezident. Hát a tavaly mi két évesek voltak, még úgy mutattak maguk, ott a prezident, a régi Csibesz, a Daria, ezek úgy tudok emelni, de azért van még egy jó pár három éves, mi tavaly nem futottak, úgy bízom benne, hogy ott is kiugrik egy-kettő, hogy lehet a klasszis versenyben számítani velük. Weinhop? Weinhop rendben van, úgy vele szokásos programja van, a sprint versenyi készülünk vele, rendben van a kanca, úgyhogy reméljünk idén is jól fog produkálni a kanca. Gyakran mész külföldre versenyezni az idomítottjaiddal. Ennek mi az oka? Csak anyagi szempontok, vagy sport szempontokat is figyelembe veszel? Azért megyünk külföldre többször is, vagy próbáljunk, hogy mivel sok ló, hát sok jó ló van az istálon, fussanak itt a Kincsen Parkban mondjuk két-három ló az istálunk egymás ellen, és akkor úgy beszélünk a tulajok, hogy úgy van, próbáljunk külföldre, ez az egyik része. A másik része kicsit a reklám, meg az eladásba, ez is fontos. Úgy idén is fogunk futni a pár lóval, remélem külföldre, például most április 17-a fog futni egy grup 3-ba valószínű a Franciaországba, úgyhogy kíváncsi leszek ott, mit fog produkálni a kanca.